Hatodik alkalommal gyülekeztek az extrém sportok szerelmesei a nyíregyházi megmérettetésre, amelynek központja ismét a sóstói strand területe volt. Vitkai Elemér szerint az országban mintegy 2000 olyan sportember van, akik rendszeresen elindulnak extrém sportversenyeken. Közülük több százan rajthoz álltak Nyíregyházán, számukra igyekeztek egy nehéz pályát kijelölni a szervezők. A szombati nap a terepakadályfutásé a főszerep. A maga terep kell megküzdeni, és közben tereptárgyak vannak még azért a kitéve, plusz akadályok vannak kitéve, azok az akadályok, ami mesterséges akadályok, amit mi építettünk, és ezeket kell leküzdeni. Vannak különlegesebb akadályunk, van most a ninja felfutó, a ninja lépés inkább technikai, tehát nem erőfeladat. Vannak olyan erőfeladatok, amik csüngősek, azok egy kicsit igénybe fogják venni a versenyzőket, de ha véletlenül nem tudja, akkor van egy büntetés, 15 burp, és mehet tovább. Mint Benkő Róbert elmondta, ezen a rendezvényen mindenki győztes, aki teljesíti a távot. Ennek is köszönhető, hogy a versenyzők buzdítják egymást, és a hangulat is családias. Mindig jönnek visszatérő versenyzők, és ők is hoznak magukkal barátaikat, családtagjaikat, vagy nagyon sok olyan van, hogy jönnek a diákok nekünk segíteni önkéntes munkára, és a következő alkalommal azt veszük észre, hogy ők már versenyzőkét regisztráltak be, mert úgy megtetszett nekik a rendezvény. Rengeteg fél akadályunk van, könnyebb is, nehezebb is, de egy nehezebb akadályt is, hogyha sikeresen abszolvál egy versenyző, akkor borzasztó nagy boldogság érzete van, és ez a további fejlődésére is jobban kihat, és jobban szeretne még teljesíteni a következőkben. Az úgynevezett profik között elsőként Kocsis Dávid ért célba, aki 43 perc alatt teljesítette az akadályokkal nehezített 10 kilométeres távot. Nagyon jó volt a pálya, imádom ezt a sóstói erdőt, nagyon jó vonalvezetést találtak ki a szervezők. Gyors, lendületes, kanyargós, ahogy az kell. A Dragon Race csapatában vagyok már immáron 2 éve. Vannak itt a csapattársaim közül többen is, velük szoktunk együtt készülni, illetve a Nyíregyházi Atlétika Centrumba is járok, oda is edzésre, felkészülés szempontjából, illetve otthon a saját súlyos edzésekkel próbálok készülni. Dávid levezetésként még az 5 kilométeres pályán is végigment, de a családok és a gyerekek számára is kínált programokat a 6. Extreme Trail Weekend, amely vasárnap a terepfutó versennyel zárult.